igenis jó gyermeknek lenni. Köszönhetően a gondoskodó szülőknek, pedagógusoknak és nem utolsó sorban a Bölcsi Gyermekekért Alapítványnak, aki most ünnepli 25. születésnapját. Szeretettel köszöntöm tehát kedves vendégeinket ezen a jubilómi születésnapi bálon. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket. Nagy László urat, településünk polgármesterét. Török Barnabás, címzetes főjegyző urat. Dr. Csontos Bence jegyző urat. És várjuk köreinkbe Koncz Ferenc, országgyűlési képviselő urat, bálunk fővérnökét. Köszöntöm intézményeink vezetőit, Diószegi Lászlónét, Lipták Zsoltot, Újnép Párházi Anitát, és minden kedves megjelent vendégünket, minden fellépő gyermeket. Immár hagyomány, hogy a bálunkon óvodás és iskolás gyerekek szerepelnek, és így köszönik meg a támogatást, amit az alapítvány juttat nekik. Szeretném, hogyha az óvodások szintén, mint minden évben színvonalas műsor, misát figyelemmel megtekinteni, felkészítő óvodapedagógusok, Zákányné Gyüker Erika és Diószegi Lászlóné. Fogadják őket nagy szeretettel.
köszönjük szépen az óvodásoknak ezt a szuper műsort. Megint bulis hangulatba hoztak minket. Minden évben elhangzik, hogy alapítványunk nem működne ilyen hatékonyan, anélkül az önzetlen segítségnyújtás nélkül, amit mindig kapunk. Most pedig felkérem Csicsekné Lövei Esztert, a kuratórium elnökasszonyát, hogy adja át köszönetképpen legfőbb támogatóinknak áldozatos munkáikért az okleveleket. Szeretettel köszöntöm én is a kedves megjelent vendégeinket. A 25 év sikeres működéséhez nem csak a kuratórium tagjai járultak hozzá, hanem nagyon sok támogató szervezet. Egy emléklappal szeretném megköszönni az ő munkájukat. Legelsősorban Őcskösség önkormányzat képviselőtestületének és az önkormányzat dolgozóinak szeretnék átadni egy emléklapot, és mivel polgármester úr várja a vendégünket, ezért megkérném Csontos Bence jegyző urat, hogy vegye át tőlem és adja át a munkatársainak. Megköszönni a Bőcsi Faluház vezetésének és dolgozóinak a segítségét, hiszen mindig nekünk adják ezt a gyönyörű tervet ilyenkor, és mindenben segítik a mi munkánkat. Megkérném Újné Pálházi Anitát, hogy vegye át tőlük az oklevelet. És tudom, hogy zavarba hozzuk, de szeretném megköszönni a Bőcsi Napközi Otthonos konyha dolgozóinak, hogy mindig nagyon, nagyon finom falatokkal látnak el minket. És tudom, hogy Juditot most ezzel zavarba hozzuk, de szeretném átadni Sósné Magyar Juditnak az oklevelet. Nekik ez a báli szentje. A Bőcsi Hernád óvoda dolgozóinak szeretnék köszönetet mondani. Kérném Diószegi Lászlónét, hogy vegye át tőlem az oklevelet, és tolmácsolja a köszönetünket a munkatársainak. Fent van még a gyerekekkel, úgyhogy kérnék akkor egy óvónénit, hogy vegye át tőlem az oklevelet. Gyere, Zsuzsi! Köszönjük szépen! A Bőcsi Koncz József iskola dolgozóinak is szeretnék átadni egy oklevelet, és kérem, hogy ne haragudjanak, hogy nem írtam ki ezt a hosszú nevet, de az már nem mutatott úgy az oklevelen. Kérném Lipták Zsolt urat, hogy vegye át az oklevelet. A Bőcsi Gondozási Központ is segíti a munkánkat, és bár a vezetője nincs itt, de szeretném kérni Bonta István, hogy vegye át tőlem az oklevelet, és köszönje meg a nevünkben is a segítségüket. És végül, de nem utolsó sorban, a Bővíz KHT dolgozóinak szeretnénk köszönetet mondani, és megkérném Göndör Zoltánét, hogy vegye át tőlem az oklevelet.
Köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánok! És végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozunk kedves vendégeinek is, akik jelenlétükkel, tombola ajándékaikkal és tombola vásárlásukkal támogatják alapítványunkat rendszeresen, minden évben. És most szeretném felkérni Nagy László urat, településünk polgármesterét, hogy mondja el köszöntő beszédét. Osztani magad, hogy így sokasodjál. Kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál. Hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széllyel szóródni, eső a homokra, sivatagni reménytelen dologra. S ha nyár se lesz tőled, s a táj se zöldebb, kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőled. Váci Mihály szavait idéztem. 13 éve vagyok polgármester, és eddigi beszédeimben én még sosem idéztem költőket. És különösen nem kezdtem a beszédemet egy részemre, nagyon kedves verssorra, vers részlettel. Ez részemre azért kedves, hisz a kicsikkel foglalkozókról van szó, a gyerekekkel való foglalkozókról van szó, és mivel a feleségem 40 évig volt tanár, ez már több mint 45 éve megtetszettek ezek a sorok, és most jutott eszembe, hogy ezeket újra elmondom most már többeknek, és így került sor arra, hogy megosztam ezeket a Váci Mihály gondolatokat. Mert ez az alapítvány ugye 25 éves, és ők ezt egy kicsit olyan természetesnek veszik. Igaz, hogy nem is gondoltam volna, hogy ők fogják saját magukat méltatni, de nekünk észre kell venni, hogy 25 éve 11 kuratóriumi tag, nem kímélve idejüket és munkájukat, 25 éve szervezik azokat az eseményeket, rendezvényeket, többek között ezeket a jótékonysági bálokat. És ugye jó pár éve már látom, hogy például egy ilyen bál megrendezése mennyi munkába kerül, mennyi munkájukba kerül. És lényegében azok ezt az így befolyt összeget fordítják a kicsikre, a gyerekekre, és azokra, akik olyan helyzetben vannak, hogy rá vannak szorulva az itt így összejött forintokra. De a idézett versor utolsó részeiről szeretnék inkább, amiről ők se tudnak, ugye azt olvastam, hogy az esőcseppek hogy mosódnak, hogy a kis esőcseppek egyenként lehet, hogy nem sok mindent tesznek, de ezek az esőcseppek összegyűlnek, és akár a sivatagban is összegyűlve, a kútba, és onnan már mennyiség iható víz lett belőle. És ezek az esőcseppek, és ez a kút nem más, amit az előbb említettem, hogy ők sem tudják, hogy egy közösséget is formálnak. Tehát nem csak az, hogy egy pár forintot, pár tízezer forintot, vagy pár, most már több százezer forintot összegyűjtenek, és szétosztják, és egy pár mosolyt csalnak a gyerekek arcára, hanem ezzel a tevékenységünkkel észrevétlenül ezek a kis esőcseppek összefolynak,
és Bőcs közösségének a kútját gyarapítják. Bőcs község önkormányzata a legutolsó testületi ülésen úgy döntött kezdeményezésemre, hogy köszönjük meg nagyon ezt a kuratóriumi tagoknak az elvégzett munkát, egy kis ajándékkal többek közt és egy emléklappal. Köszönjük ezeknek a kuratóriumi tagoknak, és szeretném, ha nem dolgoznak most, hogy átvennék ezt az emléklapot. A Bőcsi Gyermekekért Alapítvány 25 éves évfordulói alkalmából Bőcs Község önkormányzata hálás köszönetét fejezi ki, és mondanám most a kuratórium elnökét, Csicsekné Lövei Eszter részére, aki a Bőcsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumnak áldozatos munkájával segít és támogatja a Bőcs Község gyermekeit. Eszter, merre vagy? Igen, és hát egy kis ajándékot is, amit nem akartunk, hogy tudják. A tombolák közé tettük. Meg kell, hogy mondjam, volt, aki mikor belenézt, azt mondja, hogy de jó lenne, ha ezt nyerni. Mondom, nem tudom, ki kérdezte, mondom, ezt már nem nyeritek mi. Nem kell messzire menni, kis pálma. Balázsné Bak Judit. Gábor Karolina. Ilyenkor, hogy gyorsabban menjen, ugye a tombolánál szoktuk mondani, hogy felkészül Bodnárné Pocsai Katalin. És mivel ott van mellette Pásztorné Kis Henrietta. Kérném szépen Nagyné Gábor Ilonát. Először is a 25 éves munkáját. És mit kérnélek, hogy ne menj el, mert egy újabb a kezdeményezésemre szintén a képviselőtestület ugye tavaly alapított egy díjat, akik Bőcsért dolgoznak önzetlenül, és a díjnak is pontosan ez lett a neve, hogy önzetlenül Bőcsért, és ezért a két alapítótag ebbe a díjba részesítjük. Köszönjük, hogy ezelőtt 25 évvel, rossz nyelvek szerint már 26 éve megalakítottátok ezt az alapítványt, és ezért fogadd el tőlünk önzetlenül a településért kitüntetésünket.
azért nem szeretném, hogyha nem menne el, mert sajnos a másik alapító, Szalánci Józsefné, aki szintén ugye ebbe a díjba részesülne, sajnos kórházban van, és most csak szorítani tudunk neki, hogy a következő ilyen alkalommal át tudjuk neki is adni a díjat. Úgyhogy megkérem testvérét, hogy vegye át a díjat, önzetlenül a településért díjat, és ha most, akkor most kérnék egy tapsot Katánért. És légy szíves ezt a sokat átadni. Nos, hát most pedig én vállaltam magamra a következő dolgot, hogy időközben megérkezett körünkben képviselő úr, Koncz Ferenc képviselő úr, és ugye azt kell, hogy mondjam, régi szokásához híven ismét felajánlott az alapítványnak 50 ezer forintot, ami itt van a zsebemben, majd ezt továbbítom. És egyben fel is kérném, hogy köszöntsön bennünket a 25 éves Bőcsi gyerekekért alapítványt. Jó estét kívánok! Csókolom, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tavalyi bálon is itt voltam, ugye, polgármester úr? Nagyon-nagyon rohan az idő. Nézem a 25 évet, a feleségem folyton kijavít, mert ha 2021-ről van szó, mindig 2001-et mondok. És állandóan rám szól, hogy nem 2001 jön, hanem 2021 jön a következő esztendőben, és hát nyilván ez a 25 év azok számára, akik kitalálták, akik létrehozták, akik dolgoztak ezért a közösségért, ami ugye a Bőcsi gyerekekről szól, akik nélkül nincs jövő. Hát bizony nagyon gyorsan eltelt, nagyon hosszú idő, csak rövid idő alatt elfut. Szóval így van az életünk is, hogy itt számolgattam magam, 35 éve vagyunk házasok a feleségemre, és már gyerekek is, a kisebbek is, mindjárt 25 évesek, és ez egy olyan volt, mint egy pillanat, de a végig gondoljuk, és tessenek ezzel játszani egy picit, a végig gondoljuk, hogy mennyi minden történik 25 év alatt, az viszont rengeteg. Hát így fut el az életünk, hogy nagyon sok minden történik velünk, csak egy pillanatnak tűnik az egész. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy azt a fajta közösségi munkát, amelyet itt elkezdtek, ezt a jövőben is a település érdekében tudják folytatni, és ebben legyenek partnerek a bőcsiek, és hát mindig legyen olyan közösség a településen, akik megszerveznek egy-egy ilyen alkalmat, akik odafigyelnek a helyi gyerekekre, odafigyelnek arra, hogy a helyi közösségek tudják tartani a települést, mert enélkül nincs élet. És enélkül bizony, hát oly száraz és hangulat nélküli, nem csak a hétköznapok sora, hanem még talán az ünnepnapok is. Hát én azt kívánom a bőcsieknek, hogy így tudják megélni a hétköznapjaikat is, mintha ünnepnap lenne, és az ünnepnapok pedig legyenek mindig vidámak. Isten éltesse a bőcsieket, köszönöm, hogy eljöttem önökhöz. Polgármester úrnak és az önkormányzatnak ezt a hatalmas meglepetést és megható szívből jövő szavakat. Koncz Ferenc képviselő úrnak pedig szeretnénk megköszönni a köszöntő beszédét és hogy megérkezett körünkbe. Nem szaporítanám tovább a szót,
mert nagyon finom vacsora készülődik, és nem szeretném, hogyha kihűlne. És a nyolcadikosok is már nagyon türelmetlenül várják, hogy táncra perdülhessenek és megnyithassák a 25. jótékonysági bálunkat. És pontban 8 órakor pedig sztárvendégünk érkezik, úgyhogy nagyon-nagyon pörögnek a percek. De remélem, hogy a bál azért nem fog olyan pillanat alatt elszállni önöknél. Úgyhogy szeretnék kellemes, felhőtlen szórakozást, jó étvágyat kívánni. Odakint kávé lesz majd, becsületkasszával üzemel. Kovács Adriennek köszönjük szépen, hogy ismét gazdagítja vele a bálunkat. És a gyerekek felkészítőinek is köszönjük Felföldi Péter tanárúrnak, aki ezt a csodás táncot ismét betanította. Köszönjük. Nice girl, and a star right on my nose.
azt a csodálatos táncot 8-os gyerekeknek is Felföldi Péternek, és miközben a vacsora felszolgálásra kerül, van egy vendég, aki általában szinte minden bálon itt van, de most sajnálatára és sajnálatunkra nem tudott részt venni, de egy levelet küldött, amit szeretnék felolvasni, szeretnék, hogy felolvassa. Kedves bálozók, tisztelt kuratórium! Sajnálatos módon nem tudok itt lenni közöttetek. Gratulálok a 4. évszázados munkához. Külön a 2 alapítótagnak, Katának és Ilonának. 50 000 forinttal támogatom a nemes célokat. További sok sikert és eredményt kívánok szívből, Újlaki István alpolgármester. Gondoljunk rá, azt mondta, hogy is gondol ránk a sok minden látni való, legjobb, hogyha indulunk. Vedd fel a pöttyös ruhádat, az leszám a feltűnő. Mindenki lássa, hogy velem van ez a szédítő bombanő. Ej, ej, ej. Micsoda buli. Rendes helyre megyünk. Annyi mindent elterveztünk, ne tegyék most ezt velünk. Kapd el a taxit a pirosnál, ugorjunk be gyorsan hát. Hallod, már hangolnak a zenészek, rázzák az új figurát. Hey, 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 hey. Micsoda buli. Yeah.
egyszerűen baromi jó. Annyi hosszú éven át, a félelem magába zár, néha én is elhittem, hogy nem látlak sohasem, még csak most kezdődött. Ah!
kapni. Na hát akkor fiúk, lányok, látom mindenki dolgozza a vacsorát, jó volt? Na jó, mert mi ezután eszünk, csak érdeklődtem, hogy azért érdemes? Igen! Tízlaló? Igen! Jól van, csak ezért, mert pont hízók uram, mert ne viccelek. Fogyók uram vagyunk, de mindegy, egyszer azért belefér, majd holnaptól, nem? Na hát akkor amondó vagyok, hogy jöjjön egy dal, egy olyan dal, amiből készült videóklip. Mit szóltok hozzá? Az a dal, aminek az a cím, hogy Szívvel lélekkel. Jó lesz? Ha már ilyen szíves, lelkes csapat vagyunk, én, akik ülnek, azok miért ülnek? Ezt nem még? Ha-ho! Szóljatok már nekik, mert lehet, nem megyen oda hangot. Gyertek nyugodtan közelebb, akik nagyon ülnek, mert abban lehet igazán elfáradni, ha ülünk. Én ezt már megszoktam, akkor menjünk haza mindjárt. Úgy szokott lenni, kaja után kicsit megpunyadunk, azt indulás haza. Úgyhogy gyertek közelebb, itt van az első sor, mert a bulin ezt garantálom. Utána indul, ugye? Az első sor. Jöhet? Azt, hogy szívvel lélekkel? 1, 2, 3, mehet! Na magasan a kéz! Magasan! Nagyon egyszerű koreográfiával készültünk 20 éve után az, hogy 22 éve. Hát egyből összejött két hölgy az első sorban, úgyhogy nincs vész, aki szingli.
Thank you.
Yeah.
hátra lévő részére, mérkőből a Város Énekkorra a Grúfához. Viszont, sziasztok, csau, csau. Na, hát a fiúk, lányok, köszönjük szépen, tényleg nagyon jó ez a buli, úgyhogy nincs semmi kedvünk elmenni még Mosó-Magyaróvárra, de komolyan, tudjuk, hogy várnak ott minket, de minden hiába. Még van egy dalunk, csak szólok, aminek nagyon sokat köszönhetünk egyébként, többek között az elmúlt 22 évünket, tehát nem tudom, hogy mellett közösszem, hogy két évre már született ugye a dal, de egy a lényeg, hogy meghatározója volt ez a dal 2001-ben. A dal címe Orvaszárban játszott a rádió. Ki az, aki tudja? Hát ott is játszott, az nem mindegy, nem a mi dalunk volt eredetileg. Ezt nem tudom-e, de azért volt azért sajátunk is, sőt csak olyan van. Szóval a dal címe nem más, mint az, hogy hajnal! Átott jól szemmel, nézd most rá a hajnal! Na lehet énekeljen! Megszűnt a csend, ha város tett, említek elő álom. Boldog évek, hangja lelek, ezen a csoda világon kérdettek. Csak neked fájnak a talattál, hideg hajnalok, annyit tudhatnál, mint ez magaddal, szívet érted fájni. Hajjam! Nem csak necsed fájnak, köszönöm, hogy megtaláltad a kívást, 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 köszönöm, hogy megtaláltad a kívást